Sárga barackot dolgoznak fel ebben a baranyai szeszfőzdében éppen. A tulajdonos azt mondja, az áremelkedések hatnak erre a tevékenységi körre is. A pálinka főzdék is valószínűleg kikerülnek a rezsicsökkentéssel érintett vállalkozások közül. Egyrészt nagyon sok energiát használnak fel a hő előállításához, emiatt félhetően növekedni fognak a bérfőzetési díjak. Olyan esetben esetleg nem emelkedik, ahol például napelemmel állítják elő a szükséges energiát, ott várhatóan tavalyi áron fogják előállítani a bérfőzött párlatot. A gyümölcsárakban is vélhetően drágulás van, drágulás lesz. Nehéz ember találni a gyümölcs leszedésére, ráadásul emelkedtek a bérköltségek. A gyümölcsösökben pedig a jégkár okozott terméskiesést. Ezek mind növelik a pálinka előállítási árát. Jelenleg a medgyet, cseresznyét dolgozzák fel a főzdékben, de már megjelentek a korai kajszik is. Kereslet van a bérfőzésre, mondja Lép Péter. Folyamatosan csörög a telefon, érdeklődnek főzési árakról, időpontokról, úgyhogy reméljük, hogy egy jó szezont fogunk majd ennek ellenére majd magunk mögött tudni. A bérfőzés díjáról is kérdeztük a tulajdonost. Baranya megyében a főzdék 1000-1500 forintot kérnek 1 liter párlat előállításáért.